Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász ma című hírműsorunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Árvízkapu. Befejeződött a Budakalász és Békásmegyer határán húzódó Barátpatak torkolati szakaszán, annak medrében épült új vízépítési műtárgy építése. Toborzás. Iskolaőri munkakör betöltésére várja a jelentkezőket a Szentendrei Rendőrkapitányság. Győzelem. Nyert a hétvégén a Szájebb Budakalász csapata Komlón. Befejeződött a Budakalász és Békásmegyer határán húzódó Barátpatak torkolati szakaszán, annak medrében épült új vízépítési műtárgy, egy úgynevezett árvízkapu építése. Hétfőn tartották a projekt záró rendezvényét, amelyen az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság képviselői is megjelentek. Örömét fejezte ki a megnyitó beszédében Lápi Jenő, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese a projekt megvalósulását illetően. Különös tekintettel arra, hogy az elkövetkező időszakban az Európai Uniós pályázati kiírások kevésbé fogják lefedni az árvízvédelmet, sokkal inkább eltolódik a hangsúly a környezetvédelem más területei felé. Az Európai Unió 14-20-as költségvetéséből megvalósuló KEHOP projekteknek, ugye most lesz a végső zárása ennek az évnek a végén, és itt már ugye nincs további engedmény, ha nem készül el egy beruházás évvégéig, akkor akár az forrásvesztéssel is járhat. Tehát itt most mindenképpen minden beruházásunkat le kell zárni, és hát itt van egy olyan beruházás, ami már szinte biztos, hogy lezáródik. Úgyhogy ez mindenképpen nagy öröm. Annyit szeretnék kívánni az üzemeltetőknek, használóknak, hogy a műtárgynak az üzemeltetése az elkövetkező években minél sikeresebb legyen, és hogy amikor legközelebb jön egy nagyobb árvíz, akkor amikor azt teszteli, akkor ne legyenek nagy problémák. A 2000-es évek nagy országos árhullámait felidézve a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató helyettes főmérnöke az árvízvédelmi műtárgy megépítésének szükségességét támasztotta alá beszédében. Ezen a területen lényegében három védekezési felelős van. Ugyanahogy már mondtam, a KDI vízik, aki a Budakalász árvízvédelmi szakaszon védekezik, Budapest főváros, aki a Buda észak árvízvédelmi szakaszon, és ugye van a Budakalász város, aki a Barátpatak jobbparti depóniákon védekezik. Hogyha töltés szakadás van, nagyon kevés az idő a beavatkozásra, a lokalizációra, lényegében el kell kezdeni már magával a védekezés megkezdésével, ha azt látjuk, hogy olyan mennyiségű víz fog lefolyni a Dunán. Az új védmű közel 4 kilométer hosszú árvízvédelmi vonal kiváltására lesz alkalmas, összegezte az addigiakat Mészáros László, majd ismertette az árvízkapu alapvető feladatait is. A Duna emelkedő vízszintje esetén a biztonságos árvízi zárás, a Duna vízének kizárása a patak medréből, a patak váratlan nagy csapadékból érkező vízhozam levethetőségének biztosítása, valamint ezen együttes hatások kezelése. A torkolati műtárgy megvalósításával a térség árvízvédelmi biztonsága nő, az árvízi kockázat pedig csökken. Ezek után szót kapott a rendezvényen az Aquagenerál Kft. Műszaki igazgatója, Meggyesi Csaba is, aki összefoglalta az építkezés folyamatát, beleértve a terület előkészítését, valamint a törvényben előírt kötelező régészeti feltárási munkálatokat, és ismertette az árvízvédelmi műtárgyra vonatkozó műszaki adatokat is. A műtárgyban megépült 10 darab propeller szivattyú állás, amiből a beruházásban jelen pillanatban 4 darab propeller szivattyú lett elhelyezve, és ezek mellett pedig 8 darab Grundfos búvárszivattyú van még elhelyezve, amelyek azt biztosítják, hogy egy rendkívüli áradás esetén a Dunába zárt zsilipek mellett az összes csapadékvizet be lehessen emelni.
A műszaki igazgató tájékoztatásában elhangzott, hogy amennyiben a műtárgy karbantartására lenne szükség, a szerkezet szimmetrikus volt amiatt, az egyik rész ideiglenes lezárásával ez is fennakadás nélkül megvalósulhat majd. Az árvízkapu képes lesz kivezetni a patakon érkező váratlan nagy vízhozamot, és ezeknek a szélsőséges eseteknek az egyidejű kezelésére is alkalmas lesz a jövőben. Iskola őri munkakör betöltésére várja a jelentkezőket a Szentendrei Rendőrkapitányság. A térségben jelenleg két pomázi és egy szentendrei iskolában van szükség iskola őrökre. A pályázók az alkalmassági vizsgálatok és a párhetes képzés elvégzése után munkába is állhatnak az oktatási intézményekben. A rendőrség augusztusban országszerte meghirdette iskolaőrtoborzási kampányát, a jelentkezőket pedig Budakalászról is várják. Szentendrén a Petszelt József Technikum és Szakképzőiskola, Pomázon pedig a Sashegyi Sándor Általános Iskola és a Német Nemzetiségi Általános Iskola vesz részt a programban. Ezekben az intézményekben tudnak majd munkába állni a felvételt nyert iskolaőrök. A 13 település, aminek a koordinálása a Szentendrei Rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik, három olyan iskolát tart most számon, ahova az iskolaőrök jelentkezését várjuk. Ezek a Szentendrei, Petszelt szakközépiskola a Pomázról, a Sashegyi Sándor Általános Iskola, illetve a Német Nemzetiségi Iskola szintén Pomázról. Ezekre a pozícióba várjuk a lelkes jelentkezőket. Az iskolaőri tevékenység az gyakorlatilag az iskolák területén a tanárok, diákok közötti esetleg és atrocitás, rendbontás, bármilyen jellegű feladatoknak a kezelése tartozik a hatáskörükbe. Tulajdonképpen a rendőrségnek a koordinációjában zajló tevékenységről beszélhetünk, és egy rendfenntartó jellegű tevékenységről, ami úgy gondolom, hogy mindig egy megnyugtató történet, hogyha azt tudhatjuk az iskolákban, hogy ott a gyermekeinket úgy hagyhatjuk ott, hogy rendben és biztonságban tudhatják magukat. Amit mindenképpen el kívánok mondani, hogy természetesen a munkába járási támogatások mellett nem csak erről a két településről, hanem mint ahogy el is hangzott, akár Budakalászról, de akár bármely más településről is várjuk szeretettel a jelentkezőket. Az iskolaőr feladata, hogy megakadályozza, illetve megelőzze a tanulók és az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekményeket. Ő biztosítja, hogy az iskola pedagógusai és alkalmazottai feladataikat zavartalanul elláthassák. Tulajdonképpen az iskolaőri tevékenység, mint olyan, az most egy relatív új keletű történetről beszélgetünk, tehát egy pár éves múltra tekint vissza. Ezt megelőző időszakban nagyon nagy múltja ilyen típusú tevékenységnek a rendvédelemnek nem volt. Ez egy új keletű megoldásként született a minisztériumban, mint arra próbál reagálni, hogy az egyre jobban felszínre kerülő iskolai különböző atrocitásoknak, problémáknak, deviáns viselkedéseknek, tanárdiák közötti problémáknak, ezeknek kívánál egy megoldási kulcsot, arra vonatkozólag, hogy mind a tanárok, mind a diákok megfelelő nyugalomban tudják tölteni a hétköznapokat. Itt úgy gondolom, hogy célközönség lehet akár egy olyan volt diák, aki nem nyert valamilyen okból kifolyólag tovább tanulási lehetőséget, de akár bármely szülő vagy szülőhöz tartozó olyan hozzátartozó, aki esetleg úgy gondolja, hogy szeretné a gyermekét biztonságban tudni és még közelebb tartózkodni hozzá, és valami eredményes és tevékeny feladatot ellátni a társadalom közös érdeke céljából. A pozíció betöltésének feltétele a büntetlen előélet, a középfokú végzettség, vagyis az érettségi, valamint az egészségügyi, a pszichológiai és a fizikai erőnléti alkalmassági vizsgálatok elvégzése. Előnyt jelenthet a rendészeti végzettség, valamint a nevelési oktatási intézményben szerzett korábbi tapasztalat. A munkadíj ebben az esetben egy Pest megye és BRFK területén némileg emeltebb összeg az országos átlaghoz képest. Ez itt egy 306 ezer forint bruttós jövedelemnek megfelelő összeg az, amivel a induló bérezést tudjuk biztosítani. Erre épül rá egy évi 200 ezer forintos kafetéria összeg, illetőleg a munkába járási támogatás, amennyiben nem ugyanarról a településről hajtja végre. Emellett nyilván biztosítjuk a ruházatot, illetve annak minden feltételét, hogy egyébként ő a kolléga a szolgálatba állhasson. A munkaidő az gyakorlatilag napi 8 órás munkarendet jelenti. Ebben a formában tulajdonképpen igazodva az iskolai tanítási napokhoz. És gyakorlatilag erre épülve kerül a szolgálati beosztás, tehát átlag heti 5 nap, napi 8 óra
munkaidőről beszélünk, tehát majdhogy nem hivatali munkarendről beszélünk, amelyben az kolléga szolgáltat tud ellátni. A nyári időszakban bűnmegelőzési feladatokat támasztunk a kollégákhoz. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy akár rendőrrel, akár polgárőrrel, akár más megoldásokkal különböző bűnmegelőzési tevékenységeket oly formában képzelünk el, hogy például a kokára mondjuk strandokon meg tudunk jelenni, rendezvényeken meg tudunk jelenni, és ott különböző bűnmegelőzési anyagokat tudunk szórni, akár fürdőzés veszélyre felhívás, akár a szabadidőben a eltöltött fiataloknak eltöltött idejére való odafigyeléssel. Tehát ilyen jellegű cselekmények azok, amik végezhetők. Meg hát nyilván azért mi is úgy próbáljuk fókuszálni, hogy a kollégáknak a szabadságolási időszaka is erre feküdjön föl, tehát nyilván az éves szabadságnak a kerete is ebben az időszakban kerül többnyire kivételre. A Szentendrei Rendőrkapitányság a budakalásziak jelentkezését is várja az iskolaőri pozíciók betöltésére. A nyári szünetet követően újra találkoztak egymással a Concordia olvasókör tagjai, hogy elindítsák az őszi szemesztert, amelyben ismét eszmét cserélhetnek olvasmányélményeikről. Dr. Faragó Eszter, a foglalkozás vezetője, ezúttal a kortárs irodalom remek műveiből állította össze a tematikát a kör tagjaival közösen. Az egyetemi docens augusztus 28-ai foglalkozásán a Faluházban az emberfeletti teljesítményekre szerette volna felhívni a figyelmet. Mélyből a magasba. Ezt választotta vezérgondolatként, hogy a sportban és az irodalomban tetten érhető nagyságoknak állítson emléket általa. Van egy magyar világbajnok, egy olyan fiatal hölgy, aki 102 méterre az óceánba le tud menni, azt más is meg tudná tenni, de ő fel is tud jönni úgy, hogy nincs búvár készüléke. Szóval ez egy nagy dolog, és úgy gondolom, hogy az irodalomban is kell azt követni, és a saját életünkben, hogy milyen mélységekből tudunk a magasságba felemelkedni. Závada Pál Hajó a ködben című műve is terítékre kerül majd a foglalkozáson. A Weiss Manfred acél- és fémművek alapítója és névadója korának meghatározó alakja volt. Az országban is nagyon izgalmas, családilag is nagyon izgalmas, és ez a könyv Závada Pál meg tudja írni ennek a mélységeit, és meg tudja mutatni azt, hogy ez a család hova jutott, mi a túlélésnek a módja. És úgy gondolom, hogy ez ad egy alapgondolatot túl a Korok Fatimának a teljesítménye, ő is a mélyből a magasba tört. Az olvasókör alkalmait mindig közösen határozzák meg, annak függvényében milyen témákat érintenek a foglalkozásokon, milyen könyveket dolgoznak fel éppen. Korábban mindig szempontokat adtam ki előre, de 5 év alatt eljutottunk oda, hogy mindenki egyénileg fel tudja dolgozni, és nekem az benne az izgalmas, nőként is, meg az olvasókör vezetőjeként is, hogy látom az ő fejlődésüket. A Concordia olvasókör vezetője szeretné, ha minél többen követnék példájukat, és az övékhez hasonló összetartó közösségeket alakítanának. Harcsa Borbála is nagy örömmel csatlakozott a társasághoz, a kezdetektől fogva tagja a körnek. Ad egy keretet vagy tudatosságot az olvasásnak, hogy itt másokkal meg kell beszélni, amit olvastam. Úgyhogy a szabadidőnek ez egy nagyon jó és úgymond fölépített eltöltése, ami közösségi élmény is. Az irodalmi kör demokratikus szervezet. A tagok aktívan alakíthatják a tematikát, javasolhatnak megismerésre szánt műveket, felhívhatják a másik figyelmét az őket érdeklő társadalmi kérdésekre, amelyeket aztán megvitatnak egymás közt. Borbála ebben az évadban a balkezesség témáját vetette fel. Én azért fogok ebben részt venni, mert én magam is balkezes vagyok, úgyhogy elmondhatom a tapasztalataimat, hogy ez milyen. Az ember másképp használja a tárgyakat, vagy másképp ír, mint a többség.
Úgyhogy ez nagyon érdekes lesz, mert ilyet még nem csináltam, hogy ennyire személyes dolgot mondhatok el. Dr. Faragó Eszter és a Concordia olvasókör tagjai a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban találkoznak időről időre, hogy maguk mögött hagyják a rohanó világunk hétköznapi zajait, és megtöltsék a teret az értelem és az érzelem hangjaival. Idegenben Komlón szerzett pontot a hétvégén a Budaklász kézilabda ZRT csapata. A rendkívül izgalmas és kapusparádét hozó mérkőzés végeredménye 24-22 lett. A hálóőrök csatájában a baranyaiaknál Ante Granic 17, a túloldalon Tóth Mihály 16 alkalommal védett. Mindketten 40%-osnál jobb hatékonyságot produkáltak, olvasható a Carbonex Komló hivatalos közösségi oldalán. Csoknyai István a Budakalász vezetőedzője így nyilatkozott a sajtótájékoztatón. Gratulálok a csapatomnak és gratulálok a Komló csapatának is. Fantasztikus mérkőzés volt, kemény férfias játék zajlott a pályán. Sok hibával és két kiváló kapus teljesítménnyel. Ebből a forró hangulatból hazaviszünk két pontot, amiért még egyszer gratulálok a fiúknak. Végül a várható időjárásról. Szerdán már többfelé szűrhetik fátyol felhők a napsütést, a késő délutáni esti órákban a közeledő hidegfront hatására záporok, zivatarok alakulhatnak ki nyugaton, északnyugaton. Hajnalban 9-17, délután 28-34 fok között alakul a hőmérséklet. Adásunk végén következőnek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Befejeződött a Budakalász és Békásmegyer határán húzódó Barátpatak torkolati szakaszán, annak medrében épült úgynevezett árvízkapu építése. Iskola őri munkakör betöltésére várja a jelentkezőket a Szentendrei Rendőrkapitányság. Idegenben nyert mérkőzést a Szájek Budakalász csapata a hétvégén a Carbonex Komló ellen. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Félidő című magazinműsorunk, amelyben az Omsk Parkban tartott szponzorfutásról készített összeállításunkat tekinthetik meg. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a www.szentendre.media.hu/TV Budakalászon. Megtalálhatóak vagyunk közösségi oldalakon is, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy első között értesülhessenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Munkatársaim nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, viszontlátásra!